A Vajdasági Magyar Diákszövetség oldalán az olvasható, hogy másfél évvel ezelőtt az újvidéki jogi kar képviselője azt nyilatkozta, csak a bírósági eljárás végén fűzhet kommentárt az ügyhöz. Ezért a Vamadisz néhány tagja ma elment a jogi karra meghallgatni az ígért magyarázatot, de csak a portás fülkéig engedték őket. Nem örülhetünk sokáig, hiszen komoly munka vár ránk, és azokra intézményekre, amelyeknek feladata az, hogy garantálják a többnyelvű és így a magyar nyelvi felvételi vizsgázás megszervezését. Tehát most egy nagyon alaposan kigondolt, megtervezett és koordinációban való közös munkára van szükség. Magyar Nemzeti Tanács, a tartományi kormány illetékes titkárságai és a Vamadisz részéről is, hogy a magyar nyelvi felvételi vizsgával minden rendben legyen, azok a tesztek megfelelőek legyenek, és hát nyilván a mi részünk ebben a feladatban most az, hogy minél szélesebb körben tájékoztassuk az érintetteket. A mai nap folyamán telefonon próbáltuk elérni a jogi kar illetékeseit az ügyben. Azt a választ kaptuk, hogy a mai, illetve a holnapi nap folyamán reagálnak majd.